Ezért sok olyan napot kívánok, sok szeretettel üdvözlöm Önöket az új országgyűlés első most már normálisnak mondható, tehát nem ünnepélyes ülés előtti szokásos sajtótájékoztatónkon. Ahogy csináltuk ezt a korábbi ciklusban, úgy nyilván az új ciklusban is minden hétfőn itt a parlament legfontosabb dolgairól, illetve a politikai menetrend legizgalmasabb témáiról sajtótájékoztatót fogunk tartani, tehát ez a gyakorlatunk, ez változatlan. Mai napon a politikai korrupcióval szeretnék foglalkozni. Az elmúlt időszak, az elmúlt 4 év, ahogy oly sok mindenben, ugye a politikai korrupció területén is hatalmas változást hozott. Még 1990-től 2010-ig is létezett korrupció, de az mindenhol a rendszer hibája volt, és a rendszert működtető politikusok mindenhol megpróbáltak fellépni ellene. Nyilván volt korrupció, nyilván voltak megtévedt politikusok, de a rendszernek nem lényege volt az állami pénzeknek az elsíbolása. 2010-ben a létrejövő nemzeti együttműködés rendszere ezen is változtatott. 2010 óta a politikai korrupció az Orbáni rendszer központi eleme, 2010 óta ez már nem kivétel, hanem nagyon gyakran a jogalkotás is a Fideszt, a Fidesz vezetőit szolgáló politikai korrupció szolgálatába van állítva. Két dolog volt jellemző az elmúlt 4 évben a politikai korrupcióval kapcsolatos igazságszolgáltatásra. Egyrészt Polt Péter vezette legfőbb ügyészség, minden ügyben megvédte a fideszeseket, velük szemben érdemi eljárás nem indult, másrészt viszont a korábbi időszak baloldali politikusaival szemben egy sor azóta már gyakran felmentő ítélettel záruló koncepciós per indult. Két irány van tehát, fideszeseket elkapni nem lehet, mert az ügyészség megvédi őket, az ellenzéki politikusokkal szemben viszont koncepciós perek indulnak, de hát látjuk az eredményt. Gyurcsány Ferenc ügyében, például Sukura ügyében nem tudtak eredményt elérni a vádlók, vagy például Szilvási György most már több jogerős felmentő ítéletére is ad utalja. Az látszik tehát, hogy a bíróságok még a helyükön vannak, úgy tűnik, hogy politikai befolyás nélkül tudnak dolgozni, de a rendőrség és az ügyészség, a DK véleménye és az én véleményem szerint már egyértelműen a kormány befolyása alá került. Mit lehet ilyenkor csinálni? Mit lehet csinálni akkor, amikor a kormány ökleként működik az igazságszolgáltatásnak legalábbis egy része? A DK azt javasolja 16 pontos európai parlamenti választási programjában, hogy jöjjön létre az európai korrupcióellenes ügyészség, egy olyan új uniós szerv, ami a politikusok korrupciós ügyeinek a nyomozásával, a vizsgálatával és végső soron a vádemeléssel foglalkozik. Hadd nyissak egy gyors zárójelet. Már most is az Európai Bizottság kezdeményezett egy ennél jóval szűkebb hatókörű európai ügyészségnek a felállítását. Ugye azt kezdeményezte az Európai Bizottság, hogy jöjjön létre egy olyan közös ügyészi szerv, ami az Európai Uniós források tagállami felhasználásával kapcsolatos ügyekben nyomozhat. Ez egy jóval szűkebb történet. De még ezt a jóval szűkebb hatáskörrel bíró európai ügyészséget is meg akarja akadályozni Orbán Viktor, amikor úgy döntött először a kormány, majd a kormány kérése alapján a parlament szakbizottsága is, hogy Magyarország ne járuljon hozzá ennek az ügyészségnek a felállításához. Mi történik tehát? Orbánék elvárják az Európai Uniótól, hogy a nyugat-európai adófizetők zsebéből tömjék tele Simicska, Nyerges vagy a felsúti polgármester zsebét, de azt már nem viselik el, hogy ezeknek a pénzeknek a felhasználását, a törvényességének a felhasználását egy közösségi Európai Uniós ügyészség felügyelje. Tehát ezt a szűk hatóköri ügyészséget sem akarja az Orbán kormány, mi viszont saját programunkban egy ennél lényegesen szélesebb hatáskörű ügyészséget szeretnénk. Azt mondjuk, hogy minden az Európai Unióban dolgozó politikus, korrupciós ügyében ne járhassanak el a tagállamok hatóságai, hanem minden ilyen ügy kötelezően az Európai Korrupció Ellenes Ügyészség elé kerüljön. Nyilván ítélkezni a tagállami bíróságok fognak, ezekben az ügyekben is a magyar bíróságok fognak majd ítéletet mondani, de a nyomozást, a vádemelést és a vád képviseletét ezekben az ügyekben ne a tagállami ügyészségek, hanem a felállítandó Európai Korrupció Ellenes Ügyészség végezze. Mire jó ez?
Alapvetően, ha magyar szempontból nézzük két dologra, ha uniós szempontból nézzük egy dologra. Kezdjük az uniós szempontról. Arról szól, hogy nagyon gyakran a tagállamok, különösen Európai Uniós forrásokat érintő ügyekben nem járnak el olyan buzgón a korrupció ügyek felderítésében, mint ahogy ez elvárható lenne. Ezért ezt szeretnénk európai szinten. De fontosabb, hogy miért várjuk ezt Magyarországon. Két oka van. Egyrészt azért, hogy Orbán és társai ne bújhassanak a jövőben Polt Péter háta mögé, másrészt pedig azért, hogy a jövőben ártatlan, tisztességes, becsületes ellenzéki politikusok ellen ne lehessen Magyarországon koncepciós pereket indítani. Ez a három dolog tehát együtt, tiszta közélet, Orbánék fedhetetlenségének a megszüntetése és az ellenzékiek elleni koncepciós perek lezárása, ez mind-mind indokolja azt, hogy létrejöjjön az európai korrupcióellenes ügyészség. Mi az erről szóló javaslatot, ahogy az európai parlamenti választások lezajlanak, és az európai parlamentben képviselője lesz a demokratikus koalíciónak, azonnal az európai parlamentben be fogjuk nyújtani, és elvárjuk, hogy Orbán ne meneküljön ez ellen, hanem az európai tanács egyik tagjaként támogassa ezt a javaslatot.